A telefonnál G. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció fővárosi képviselője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ön a közelmúltban azzal a javaslattal állt elő, hogy nevezzék át Göncz Árpád térré a nyugati teret, korábbi Marx teret, és a kérdésem az, hogy lett-e ebből valami, vagy lesz-e ebből valami? Ez az utóbbi fogalmazása, pontos, Bolgár úr, igen, lesz ebből valami. Ma a fővárosi közgyűlés úgy döntött a főpolgármester úr javaslatára, mert az én beterjesztésemhez képest volt neki egy módosító indítványa, hogy a főpolgármester hozza vissza ezt az előterjesztést a közgyűlés elé a szükséges egyeztetések lefolytatása után, és így legyen elnevezve egy közterület Göncz Árpádról. Egy tehát ma közterület. Nem, így van. A nemről nincs szó, hogy a nyugati tér legyen, vagy valamilyen más közterület. Én abba bízom, hogy a főpolgármester úr, akin tényleg látszott, hogy ő ezzel a dologgal egyetért, egyértelmű volt az ő számáról, és azt ki is mondta a közgyűlésen, hogy ő egyetért azzal, hogy a rendszerváltás utáni első köztársasági elnökről legyen közterület elnevezve Budapesten. Vajon miért nem bocsátották szavazásra az ön eredeti javaslatát úgy, ahogy van? Hát ennek az okát nem tudom. Szerintem nagy valószínűséggel azért, mert nem szavazta volna meg a teljes Fidesz frakció, illetve mit mondok frakció, a fideszes polgármesterek. Így is az első körben nem ment át a főpolgármester úr javaslata. Az ő javaslata nem ment át? Az ő javaslata az első körben nem ment át. Így van. És aztán utána szerintem ő is érezte, hogy ez borzasztóan kínos, és nem kételkedem az ő őszintességébe. Aztán utána még egyszer feltette szavazásra a kérdést, és akkor, ha jól emlékszem, három tartózkodás mellett végül is a közgyűlés éppen hogy befogadta az ő javaslatát. Ez ügyrendileg, ez mindjárt meghallgatom, hogy miért terül ennek, de ez ügyrendileg hogy megy, hogy a főpolgármester beterjeszt egy módosító javaslatot, azt mondja, hogy köszönjük, én ezt is ezt javaslom, és akkor kérem szavazzanak erről. És első körben nem kapott többséget, vagy kifejezetten leszavazták, és ha ez így történik, akkor ő mit tehet másodszorra? De én még egyszer fölteszem szavazásra a javaslatomat? Hát az első körben úgy nem ment át az ő javaslata, hogy nem kapta meg a szükséges többséget. És hát ott azért elég nagy zavar volt a teremben, elsősorban a főpolgármester úr arcán tükröződött ez a zavar. Én nem tudom, hogy ők ezt egyeztették előre, vagy nem, de azt gondolom, hogy ő ezek után nyilvánvalóan érezte, hogy ez nem maradhat így ez a napirend. De én hadd beszéljek inkább arról az örömről, hogy én tényleg annak örülök, hogy el lesz nevezve egy közterület Göncz Árpádról, és azt gondolom, hogy az ő emlékéhez méltatlan lenne, hogyha itt bármihéle húzavona kezdődne el e körül az elnevezés körül. Tehát én nagyon nem örültem annak, hogy ebből egy ilyen ügyrendi vita, meg határozatképes a közgyűlés, nem határozatképes, mert még azzal is közben probléma volt, ez kerekedett ki. Úgyhogy szerintem nem is ez a lényeg, tehát ne is erről beszéljünk, hanem arról, hogy lesz közterület elnevezve volt köztársasági elnök úrról, és abba bízom, hogy ezt minél hamarabb leegyezteti a főpolgármester, és behozza a közgyűlés elé. Annyit azért még hadd jegyezzek meg, hogy az én előterjesztésem is erről szólt, tehát én se azt írtam ma az előterjesztésbe, hogy már pedig mától a nyugati teret Göncz Árpád tértek hívják, mert ilyenre nincs jog, nincs lehetőség. Tehát az én előterjesztésem is tartalmazta azt, hogy a főpolgármester egyeztessen és utána hozza a javaslatot a közgyűlés elé. Szerintem itt nekik a nyugati térrel lehetett problémájuk. De az ön előterjesztésében szerepelt a nyugati tér, így van, mint így van, így van. Uh-huh. Amikor én ezt végig gondoltam, és végig gondoltuk a párton belül is, illetve néhány szakértővel, akik ehhez tényleg értenek, városvédőkkel, akkor azt gondolom, hogy mi egy jó helyet találtunk, hiszen mindenféleképpen egy méltó teret akartunk, egy impozáns teret, és a fő belvárosi részen, vagy olyan nagy impozáns tér, ami nem valakiről, egy személyről van elnevezve, nem nagyon van. És ugye az megint egy méltatlan vitára adott volna okot, hogy akkor az XY teret ezentúl ne úgy hívják, hanem hívják Göncz Árpád térnek. Ezért egy olyan teret próbáltunk találni, ami nem személyről van elnevezve, és így akkor ezt a dolgot ki lehetett volna kerülni, és azt gondolom, hogy a nyugati tér most felújításra került, nyilvánvalóan, ha ott a felüljárót is felújítják, meg ott azt az egészet rendbe teszik, akkor ez egy méltó központi tere a fővárosnak, és Göncz Árpádhoz ez méltó lett volna. Én értem, hogy örül annak, hogy a javaslata végül is oda került a fővárosi közgyűlés elé, és bár tarlós módosító javaslata alapján lesz is belőle valami,
bár magunk között szóval én kétlem, hogy hajlandók lesznek éppen a nyugati teret róla elnevezni, de azért azt nem gondolom, hogy Göncz Árpád emléke bármilyen módon megsínylené, hogy itt valami méltatlan uzakodás kezdődött legalábbis az első menetben, és ön ezért nem is térne ki rá. Sőt, azt mondom, hogy éppen, hogy nagyon jellemző a mostani viszonyokra, a mostani kormánykoalíció politikusaira, hogy képes ezek ebben az ügyben is húzakodni, ellentmondani, még a saját főpolgármesterének is, aki viszont ezek szerint kiállt valami mellett, amiben az ő véleménye markánsan különbözött a fideszes többségtől. Szóval a dolog a mai közállapotokra jellemző, és árnyékot Göncre semmiképpen sem vet, a mai uralkodó csoportra annál inkább. Ezzel teljes mértékben egyetértek a minden mondatával, amit most mondott. És hogy mennyire igaza van, és mennyire jól érzi, bolgár úr, erre elmondok egy másik példát. Ma két olyan előterjesztés is volt a közgyűlés előtt, nem Göncz Árpád előtér elnevezéséről, hanem súlyos, fajsúlyos BKV-t érintő dolgokról, ahol sikerült megingatnunk a főpolgármestert ellenzéki képviselőknek, és például az, hogy hihetetlen pénzekért buszokat béreljenek, ezt sikerült ma levetetni a fővárosi közgyűlés üléséről, és azért, mert a főpolgármester azt mondta, hogy ő nincs meggyőződve ennek az előterjesztésnek a jogosságáról, és látja, hogy ebbe lehet valamiféle probléma. Egy mondatban csak, hogy miről volt szó, 70 darab autóbusz akar úgy bérelni 10 évre az önkormányzat, hogy ezért durván 20 milliárd forintot fizet ki egy vállalkozásnak, és azután a 10 év után nem is kerül a BKV tulajdonába ez a 70 darab autóbusz. És sikerült az ellenzéknek olyan érveket felsorolni, hogy azt mondta a főpolgármester, hogy akkor már ebben nem döntünk, és november 4-ére reggel 7 órára a közgyűlést hívott össze. Volt másik ilyen napirend is, tehát azt, amit ön érez, hogy itt valami diszonancia van a fideszes szavazógépezet és a főpolgármester között, erre ma a fővárosi közgyűlés eklatáns példa volt. Mi a másik, amit elkezdett? A másik az egy apróbb, egy kisebb jellegű dolog, egy városházi közbeszerzés kapcsán felmerült, hogy amit eddig 1 millió forint vett meg a fővárosi, a főpolgármesteri hivatal közszolgáltatás, ilyen kábeltévé vagy valami ilyesmi, azt most miért vesszük meg mostantól kezdve háromszoros áron, és az osztályvezető sem tudott az egyik ellenzéki képviselője kérdésére válaszolni, és akkor azt mondta a főpolgármester, hogy na állj, akkor ezt most itt levesszük napirendről. Nem lehet, hogy az egész nem áll vita, mert ezek valóságos viták, én szerintem is ön meg közelebb van hozzá sokkal, úgyhogy jobban látja, tudja, akár szóbeszédekből, akár látja az ügymenetből is, tehát valóságos vita van tarlós és fideszesek között, akár helyi fideszesek, akár kormányzati emberek, de nem az van mögötte alapvetően, hogy nem tudta még kiszedni a kormányból azt a pénzt, ami a BKV, illetve a BKK finanszírozásához kell? Lehet, mert a dagályfürdőt sem adtuk át, ma kellett volna a szerződést a közgyűlésnek jóvá hagyni, amiben a dagályfürdőt ugye az 52 milliárdos BKV adósság elengedése miatt átadjuk, és ezt is visszavonatta, levetette ezt az egy napirendi javaslatot, vagy napirendi pontot a főpolgármester. Lehet, hogy van ennek egy ilyen olvasata, ha én megtehetem, hogy kimondom, tehát lehet, hogy ennek van egy ilyen zsarolás íze is, vagy zsarolás illata, de azt gondolom, hogy egy főpolgármesternek más eszközök is a rendelkezésére kellene, hogy álljanak, főleg a saját kormányával és a saját miniszterelnökével együttműködve. Én azt nem értem, hogy akkor, amikor ilyen nagy bajban van a BKV és a főváros a saját forrásaiból kell, hogy kisegítse, mert a kormány azt a 24 milliárdot sem adja oda, amit a Fidesz szavazott meg az országos költségvetésbe. Egyszerűen nem értem, hogy akkor miért nem hívja fel a telefonon a miniszterelnököt, és mondja meg neki, hogy miniszterelnök úr, erre a pénzre a BKV-nek szüksége van, adják oda, legyenek szívesek, vagy adjátok oda, legyetek szívesek, nem tudom, hogy tegeződnek-e, vagy magázodnak. De nem akarom kikarikírozni nagyon a dolgot, az minden esetre vérlázító, hogy a jogos, megítélt költségvetésben szereplő pénzt sem kapja meg a BKV, és ha a főpolgármester ezekkel az apró kis szurkálásokkal akarja erre rákényszeríteni a kormányt, akkor hát azt hiszem szegény Budapest nagyon-nagyon nehéz helyzetben van. Nem értem, hogy miért kell eddig eljutni, nem értem, hogy egy fővárosi főpolgármesternek miért nincs annyi nexusa, támogatottsága,
bírósága a saját kormánya által, hogy nem hozzák őt ilyen helyre. Mi lett volna, ha mondjuk nem is azt az esetet veszem itt feltételesen számításba, hogyha megegyezik egymással a demokratikus ellenzék, és mondjuk Bajnai is hajlandó rá, és ő lett volna a főpolgármester jelölt, és győz. Mi lenne egy Bajnai kontra Orbán kormány helyzete? De vegyük azt a kicsit valóságosabbat, hogy ha Bokros nem az utolsó pillanatban jelölik és megveri Tarlóst, hogy tudna egy Bokros főpolgármester szembeszállni ezzel a Tarlóssal szemben is meglehetősen kekeckedő módon viselkedő kormánnyal? Hát én azt gondolom, hogy ha itt lenne egy ellenzéki főpolgármester, akkor lennének arra ötletei, hogy hogyan lehet ilyenkor tisztességes politikai eszközökkel a jár a városnak azt elérni, illetve kikényszeríteni. Én nem tudom, hogy miért van ez. Az is felmerül persze ilyenkor az emberben, látva ott a közgyűlési mozgásokat, tehát hogy ki az, aki odaszalad a főpolgármesterhez a pulpitusra, és próbál neki ötleteket adni, meg próbálja ott segíteni őt ebbe a közgyűlési munkába. Lehetséges, hogy esetleg nem tölti ki a főpolgármester úr a hátralévő mandátumát, vagy mindez 5 évét, és mondjuk a háttérben egy ilyen utódlási harc indult meg, nem tudom. Egy biztos, ennek a kárát a város, meg a város lakói állják, vagy kapják meg. A BKV-nak, ha nem kapja meg ezt a pénzt, de nem csak ezt a 24 milliárdot, hanem még 15-öt, amit még pluszba, amiről még döntése sincs a kormánynak, akkor azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon nagy bajok lesznek. Nem tudom, miért fajult el eddig a Fidesz és a főpolgármester viszonya. Az csak rövid választ kérnék öntől, hogy nem kerül a fővárosi közgyűlés elé, vagy nem hozzák fel az ellenzéki képviselők folyamatosan, hogy elképesztő és korábban nem látott közlekedési kupleráj van ebben a városban, hogy egy ilyen Szélkálmán téri átépítés tényleg lehetetlen, hát nem középkori, inkább közép-ázsiai, vagy én nem tudom milyen viszonyokat hozott létre Budapest egyik legfőbb csomópontján. Dehogy nem. Ezt minden alkalommal pártállásra való tekintet nélkül elmondják az ellenzéki képviselők. Erre mindig az a válasz, hogy maguk meg nem csináltak semmit. De könyörgöm, 5 éve Tarlós Istvánnak hívják a főpolgármestert. Nem hiszem el, hogy azzal a szakembergárdával, akik 2010 előtt biztos, hogy megvoltak a város környékén, a főpolgármesteri hivatalban, cégeknél, mindenhol, ne lehetett volna ezt egy normálisabb mederben ezt a munkát megszervezni. Én azt látom, hogy egy csomó szakembert elzavartak a város cégeitől, elküldtek a főpolgármesteri hivataltól, és egyszerűen a szakmai munka hiányzik ezekből a beruházásokból és ezekből a fejlesztéseknek az előkészítéséből. Nem lehet úgy dolgozni, hogy fél szemmel a szakmának mindig a politikára kell figyelni, és mindig azt kell nézni, hogy uramisten, honnét fogok kapni valamilyen támadást. Szerintem a Szélkálmán tér munkálatainak tervezését biztos, hogy jobb színvonalon meg lehetett volna oldani. Akkor visszatérve Gönchöz, remélhetőleg ezek szerint lesz valahol valamikor egy Gönc tér, de egy hallgatónk a múlt héten felvetette, hogy Gönc Árpád temetésének megkezdésekor az volna az igazi demokratikus, nem is összefogás, de valamilyen egyetértés jele, hogyha mindenki akárhol van is egyperces néma felállással adózna az ő emlékének. Ennél jobban nem lehetne kifejezni azt, hogy mennyire széles támogatás, egyetértés övezte az ő munkásságát. Nem lehetne ezt valahogy meg is szervezni? Én nem hallottam ezt a hallgatói ötletet, de nagyon jó ötletnek tartom. Nyilvánvalóan akkor valamilyen formában ezt össze lehetne hozni. Én most nem tudok erre konkrét választ adni. Nem, csak fölvetem, hogy lehet egy ilyet. Abszolút, teljes mértékben. Azt gondolom, Bolgár úr, hogy addig azért van még egy hét. Tehát ha elég sokat beszélünk róla, önök is, a médiában, mi politikusok is, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen kezdeményezést, ezt önmagától is talán föl fog karolni a magyar nép, mert az biztos, hogy Gönc Árpád tényleg az első köztársasági elnöke rendszerváltás után Magyarországnak nagyon széles tiszteletnek örvendett, és szerintem önmaguktól is úgy érzik az emberek, hogy valamilyen méltó módon meg kell róla emlékezni. Köszönöm szépen G. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció fővárosi képviselője, viszonthallásra! Köszönöm, viszonthallásra!